Sziasztok! Ez a mai egy rövid hathaflú gyakorlás lenne, ami főleg a napüdvözlet és annak variációjából állna, állóászanákkal fűszerezve. Hogy gyere egy tenyértél támaszra bemelegítéshez, hozd közvetlenül a tenyereket a vállad alá, térdeket a csípőd alá, és kezdjen marcsarit végezni. Kilégzés a domborítás, belégzés a homorítás. Próbáld az egészet, hasból, köldökből, csípőből kiindítani, és úgy legyen ez a hullámzás, felfelé törő. Közd össze a légzéssel, mindig a légzés vezessen, mindig a légzés irányítson. Melegedjen be a test, és ezzel kezdjen el az elmés, és a lélek is rákészülni arra, hogy most jogázni fogsz. Húny be a szemedet, hogyha jól esik, és nem szédülsz tőle. Azaz. Majd állítsd meg a gyakorlást, állj meg középen, és kezdje kört leírni. Ebbe vidd bele nyugodtan már a válladat és a csípődet is. Táncoló oroszlán ászana. Legyen jó kinyomva a végpontokba. Lehet a másik irányba is már, hogy elviszed. Mint hogyha a boldakosodat legaljával írnál le kört. Nyugodtan lehet alaktalan is ez a mozgás, nyugodtan lehet kijönni a síkokból. Semmi más célja nincs most ennek, mint hogy felébredjen a testet. Majd puhán állítsd meg ezt a mozgást, hozd lábujjakra hátul a lábadat, és told fel magad lefelé néző kutya helyzetbe. Tolj jó erősen a kezedbe, és kezd el először az egyik, majd a másik sarkadat közelíteni a talajhoz. Húzd be a köldöködet, jó mélyen, jó erősen, majd puhán állítsd meg ezt a taposást, nyújtózz bele kézujjakkal, és ebbe a tartásba, hagyd, hogy a vállat megnyíljon, forgass egymás felé a felkarokat, majd nézz előre, és lépeges előre a kezekhez, nyújtózz meg még egyet medvetartásban, húzd be a köldöködet, egyenesítsd a tartást, kilégzésre hajolj rá a lábakra, fogd meg hátul a vádlidat, nem kell, hogy nyújtva legyen a térde, csak akkor, ha nem feszül a combhajlító, és egy nagyon picit próbáld közelhúzni a mellkasodat, de csak annyira még nem érzékelsz fájdalmat, fájni nem fájhat, csak jól esően húzódhat. Majd támaszkodj meg a lábszáradon, és így ebbe a magas medvetartásban nyújtózz még előre, húzd be a köldököt, és innen csigolyáról csigolyára gördülj fel, és nyújtózz meg magasra, emelj minden porciket, és szamasztiti, imatartásból érkeznek, tádászon alapállás. Elkezdjük a napüdvözletet, belégzésre nyújtózz meg magasra, kilégzésre hajolj rá a lábadra. Belégzés, hosszú a törzs, medvetartás. Kilégzés, lép hátra jobb lábbal, nyugodtan tedd le a jobb térdedet. Belégzés, nyújtózz meg magasra kézujjakkal, boldogosárral. Kilégzés, tedd le a kezed, forgass be hátul a jobb lábujjadat, és lép hátra lefelé néző tartásba. Innen nézz előre, jobb láb lép előre, bal térd lent. Belégzés, emeld a kezeket. Kilégzést tedd le a kezed a jobb lábadhoz, és egy belégzésre lépj előre nagyot egy bal lábbal, és kilégzés hajolj a lábadra. Belégzés nyújtózz meg fejtetővel, gerinccel, kilégzés még jobban hajolj előre. Majd innen csigolyáról csigolyára nyújtózz meg. Azaz. És szamasztiti. Következő kör, belégzés, nyújtózz. Kilégzés, hajolj. Belégzés, emel a törzs, emel a test, bal láb lép hátra, lehet lent a térd. Belégzésre emelj fel a mellkas, boldogos arat. Kilégzés, lent a tenyér, lábujjakon fordulj át lefelé nézőbe. Innen belégzésre előre lép a bal láb, kilégzés, lent a térd. Belégzés, emeld a mellkast. Kilégzés, tedd le elő a kezed, és lépj előre egy nagyot. Belégzés, emel a törzs, tekintet, kilégzés, hajolj rá a combokra, majd innen csigolyára, csigolyára gördülj fel, nyújtózz meg, szamasztiti. Belégzés, gyere le guggolásba szinte széktartáson keresztül, és belégzésre emeld a kezeket.
Kilégzés, hajolj előre. Belégzés, ellen a tekintet és a törzs. Jobb lábbal lép hátra, most marad magasan a tért. Támadó állásból nyújtózz meg magasra, ez lesz a belégzés. Kilégzésre lent a tenyér, és most deszkatartásba érkeznek. Innen leteheted a térdeket könnyítéshez, vagy maradhat fent, hajlítsd a könyököket hátra, és csaturangához engedd le magad. Belégzés, mellkasnyitás, felfelé nézi. Kilégzés, lefelé nézi. Vidd a súlyt a jobb lábadra, belégzés, bal láb emelkedik magasra, nézz előre és hozd előre jó magasan a bal lábadat, tedd le, és ebbe a támadó állásba emelkedj, nyújtulsz. Kilégzést adj le a kezed, lépj előre jobb lábbal, nyújtózz meg a mellkassal, kilégzés, hajolj rá a combodra, és innen széktartáson keresztül emelkedj fel, és érkeznek Samasthitibe. Következő kör. Kilégzés, kézujjak szinte érintik a talajt széktartásban, belégzés, innen emelkedj. Kilégzés, hajolj rá a combokra, belégzés, ennek a törzs és a tekintet. Innen jobb lábon a súlyt, bal láb lép egy nagyot hátra, magas támadó állásban nyújtózz meg, majd tedd le a kezedet jobb láb mellé, és lép hátra deszkába. Deszkából nyugodtan leted a térdet, ez a 8 pont, vagy csaturanga, hajlítsd a könyököket, belégzés, felfelé nézni, kilégzés, lefelé nézni, bal lábon a súly, jobb lábadat emeld meg három lábú kutya. Nézz előre, tedd le jó hosszan jobb lábadat magad előtt, belégzés, nyújtózz meg támadó állásban, kilégzés, nézz előre, tedd le a kezed, és hajolj rá a combokra, belégzés, emel a törzs és a tekintet, kilégzés, hajolj előre, majd innen széktartáson keresztül nyújtózz meg, és érkeznek Samasthitibe. Lélegezz, sóhajts, élvezd ki ezt az alapállást, majd belégzésre nyújtózz, kilégzésre hajolj, belégzés emel a törzs tekintet, kilégzés lép hátra deszka, innen 8 pont vagy csaturanga, felfelé néző, lefelé néző, jobb lábon a súly, bal láb magasan, lépj előre a bal lábbal, és kettes harcosba emelkedj fel. Kettes harcosból dönts hátra, fordított harcos, majd innen tedd le a bal kezedet, jobb kezedet, deszka, 8 pont vagy csaturanga, felfelé nézi, lefelé nézi, innen, bal láb, jobb lábon a súly, bal lábbal emelkedj megint, lépj előre egy nagyot a bal lábaddal, forgass be a jobb lábakat, és most nyújtsd a bal lábadat, és emelkedj háromszög tartásból, fordított háromszög tartás. Innen hajlítsd a bal térdedet, tedd le a kezedet, a deszka, 8 pont vagy csaturanga, felfelé nézi, lefelé nézi, emel hátul a jobb láb, és jó nagyot lépj előre, kettes harcosba érkezz meg, egy belégzésre, kettes harcosból fordított harcos, majd innen tedd le a kezeket a jobb láb előtt, deszka, 8 pont vagy csaturanga, felfelé néző, lefelé néző, megint bal lábon a súly, jobb lábbal emelkedj magasra, tedd le a lábadat, nyújtsd a jobb térdedet, háromszög tartásba húzd fel magad, majd fordított háromszög tartás ellenoldalra. Innen tedd le a jobb kezedet elől, bal kezedet mellé, deszka, 8 csaturanga vagy 8 pont, felfelé néző, lefelé néző, és innen hozd le a térdeket, hozd hátul össze a lábujjakat, és egy leborulásban pihenj meg, hozd nyugodtan a homlok alá a két kezedet. Lélegezz, szusszanj, figyeld meg, milyen érzete volt most ennek a pár dinamikus körnek.
Sóhajts, hogyha jól esik. És szépen lassan készülj el az elcsituláshoz, relaxációhoz. Hozd a kezeket a mellkasod alá, és told fel magad sarokülésbe, és innen a sarokülésen keresztül gyere ki az egyik oldalra, és érkezz meg háton fekvő helyzetbe, savászanához. Igazíts ki úgy a tartást, hogy kényelmes legyen. Nyugodtan kibillenhetnek a lábak, kezek. Nyugodtan végezheted saját ütemedben, ritmusodban a relaxációt, vagy ha gondolod, válassz egy relaxációs videót. Húzd még lentebb a vállakat, egyenesítsd egy picit a nyakat, és hagyd, hogy megnyugodjon most már a légzés és a test is. Pihenj egy nagyot. Én köszönöm, hogy velem gyakoroltál, és csodaszép napot kívánok!